A kézművesség tradíció és innováció a kézművesiparban elnevezési projektben két zentai szervezet, a Cifi Civil Központ és a Rosetta Kézműves Társaság vett részt. Ami a cél volt, az az, hogy magát a rozettát, illetve a kézműves dolgokat erősítsük itt ezen a tájegységen, mert ez talán sikerült. Tehát úgy maga a rozetta is erősödött tevékenységben infrastruktúrálisan, mint talán ez az egész történet. Most, hogy maguk a kézművesek, a fő célt tudtuk-e teljesíteni, hogy a maguk a kézművesek ettől úgymond piacképesebbek lettek-e, ez igazából egy kicsit a jövő zenéje. A projekt keretében felhívták a kézművesek figyelmét azokra a fejlesztési irányokra, amelyekkel versenyképesebbé válhatnak a piacon, és egy közös honlapot is elkészítettek. Vannak elég szépen képek és adatok, úgyhogy elérhetők azoknak, akik szeretnének kapcsolatba kerülni a szerbiai kézművesekkel, illetve régiónk kézműveseivel, hiszen a délalföldi régiót ölelte fel. A kézműveseknek több alkalommal biztosítottak lehetőséget termékeik kiállítására, valamint a projekt keretében értik el azt is, hogy a kézművesek a zentai havi vásáron egy utcába tömörüljenek.